az intenzív, iparosított mezőgazdaság, melyet a most kibontakozó nagybirtokrendszer folytat, zsákutca. Miért? Olcsó bérmunkával dolgoznak, a helyi családi gazdaságok bérszínvonalának körülbelül 50%-áért. A tőkeintenzív gépesítés következtében jóval kevesebb, fele, egyharmada létszámú embert foglalkoztatnak, mint az azonos területen működő családi gazdaságok. Részarányuk növekedése tehát nem teremt új munkahelyet, inkább megszüntet. A bér- és tőkejövedelem kiáramlik a településről, annak fejlődése leáll, intézményei megszűnnek. Ezek tények, a mai valóságról beszélek. A földtulajdonnak nem a profittermelést kell szolgálnia, hanem az egészséges élelmiszer előállítását, a táj védelmét és fenntartását, és a helyi gazdaság prosperitását. Ma a folyamatok ezzel ellenkező irányba hatnak. A városnak ki kell nyújtani a kezét a vidék felé. Ezzel indítjuk útjára az Élőlánc a Földért mozgalmat.